Szerbusztok, szép jó estét mindenkinek, és azt hiszem, hogy mindenki a tudatosságról szeretne hallani, és sajnos ennek nem tudok eleget tenni, ugyanis a tudatosság az egy olyas valami, amit se szóban nem lehet kifejezni, sem pedig formába nem lehet önteni, de valahogy mégis nyakon lehet csípni ebben a pillanatban. Na, erre teszünk most kísérletet. Általában az emberek fogalmi úton szeretnék ezt elsajátítani, érthető okokból. Szeretnénk elolvasni a használati utasítást, utána beüzemelni a gépet, és ha jól működik, akkor örülünk, ha nem, akkor visszavisszük gariba, hogy cseréljék ki. De a tudatod az nem olyas valami, amit garanciálisan lehetne cserélni. Ha tudod, hogy honnan jött, akkor oda vissza is tudnád vinni. De az, ami benned most figyel, hallgat, gondolkodik, érez, tudod-e, hogy honnan jött? Na, ezt a csendet hosszabbítsuk meg egy kicsit, és arra kérlek, hogy figyeld a lélegzeted, figyeld a teret, és figyeld a hangokat. Indítsd el tehát ezt a gyöngéd, figyelő törekvést. Figyeld a teret, a hangokat és a lélegzetedet. Tartsd nyitva a szemed, és egy picit nézz lejjebb, ilyen 45 fokban. Próbáljuk ezt megtartani egy picit. Jó, köszönöm szépen. Amikor ezt a műveletet végezted, akkor a tudatod közel került egy olyan állapothoz, amit úgy hívunk, hogy tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. Ez a tudatosság, ez egy nagyon-nagyon érdekes valami, amire az ember képes. Nagyon sokféle módon közelítjük ezt. És most egy közvetlen, még csak nem is zen szemléletű közelítést fogunk gyakorolni. Közvetlen, mert rákérdezünk, és mindenféle szimbólumok és rendszerek nélkül megpróbáljuk egy picikét tapasztalni. Első kérdés. Ez a csendben töltött idő milyen hosszú volt? Nagyon hosszú. Kereken egy perc. Tehát ennyit töltöttünk ezzel, és érezhető volt a térben, hogy ez szokatlan. Tehát a társaság többsége ilyesmivel nem foglalkozik. Ehelyett általában azt szoktuk észrevenni, ami jön és megy. A sok-sok gondolatot, érzelmet, cselekedetet, beszédet és a többi. Miért kell tehát tudatosságról beszélni? Miért fontos ez számunkra? Egyrészt talán azért, mert ez az, ami speciálisan egyedien emberi bennünk. Tehát tudatában tudunk lenni annak, amit gondolunk, érzünk, cselekszünk és teszünk. És vajon miért kell ehhez külön fesztivál? Miért kell ehhez külön esemény? Miért kell ezt kiemelni? Legelső körben azért, mert a tükörhöz nagyon gyakran hozzáragad a tárgya, amit lát. A tudat azonosítja magát azzal az érzékszervi hatással, amit átél. Tehát alapszinten azt hiszed, hogy te a gondolataidból, érzelmeidből, a múltadból, a jelenedből és a jövődből állsz. És bár mindez a karmád, mindez a személyiséged, mindez az, amivel dolgozol, de eredeti, tiszta önvalónkat tekintve mindez nem mi vagyunk. Miért? Ahogy ezt tapasztalhattad ez alatt a hosszúnak tűnő egy perc alatt, volt egy közös jelenlét, kialakulhatott egy belső látás, amely, mint a tükör vagy a képernyő megjelenített tudatfolyamot. Ennek a tudatfolyamnak sokféle eleme van. Érzelmek, gondolatok, képzetek, múlt, jelen, jövő, jó, rossz, én, más, rengeteg minden van benne. De ez a látó, ami nem mozdul, ami nem keletkezik és nem szűnik meg, ez az, ami mi emberek valójában vagyunk, vagy válhatnánk, hogyha ezt engednénk. Képzelj el egy olyan tükröt, amire egyszer csak a párod ráírta, hogy szeretlek, Rúzsa. És utána egy hatalmas, egy ilyen kis ajkacskát odarajzolt, ennek is fejecskét, mosoly, és elment dolgozni. Te pedig bemész a fürdőszobába, és kicsit meg akarsz fésülködni, esetleg borotválkozni, vagy hasonló,
És ettől a rúzs mintától, ami azt mondja, hogy szeretlek, ettől nem látod jól magadat. Nem látod jól, mert pont ahol a rúzs van, ott nem tud tükrözni a tükör. Na, a ragaszkodások így működnek. Tehát amikor azonosulsz valamivel, akkor azzal letakarod ezt a tükröt, elködösíted a saját tudatosságodat, és innentől kezdve pont a legkedvesebb, legszörnyűbb, legnagyobb trauma, legnagyobb élmény című dolgok miatt nem látod tisztán ezt a pillanatot. Nem éled meg tisztán ezt a pillanatot. És ha ez a pillanat megvan, akkor minden megvan. Ha ez a pillanat nincs meg, akkor semmi sincs. Akkor mindent elvesztettél. Kevesen gondolják, de valójában így van, hogy a múlt, a jelen és a jövő összes lehetősége és következménye ebben a pillanatban nyilvánul meg. Ettől nem különül el. És ha ezzel a pillanattal egyé válsz, akkor tudod ezeket a lehetőségeket felhasználni, de akkor az összes következménnyel is tisztában kell lennünk. Tehát a lehetőségek és a következmények egyaránt itt és most jelentkeznek. Ha a következményektől elmenekülünk, akkor elmenekülünk a lehetőségeinktől is. Ezért a menekülés, mint stratégia nem a legjobb. A szándékos tudatlanság, a szándékos takarás nem a legjobb. Az elfojtás, mint a nyugalom ideiglenes megteremtése nem a legjobb. A másik stratégia, hogy ugye harcolsz. Ha nem menekülsz, akkor harcolsz. És harcolsz úgy, ahogy egyszer csak a cirkuszban két kis törpe egymásnak feszül, egy piros és egy kék, és így gyűrköznek és tolakszanak jobbra és balra, de soha nem tudják elengedni egymást, és egyik sem győz. Ha az egyik a földre kerül, aztán gyorsan a másik elgyengül, és a felszínre kerül a másik. Erőt nyer. És amikor egyszer már eleget nevettünk, akkor az artista bemegy a poront közepére, és föláll, és leveszi a piros sapkát és a kék cipőt. És kiderül, hogy végig hídban ment, és úgy tűnt, mintha két törpe lett volna. Ez egy valós produkció, amit gyerekkoromban láttam. És megmaradt, mert valahol ugye érzékenyen érint mindenkit a kettősség és az egység tapasztalata. Tehát ha nem menekülsz és nem harcolsz, akkor valójában mit teszel? És ezt hívjuk tiszta jelenlétnek. Tehát nem menekültél el és nem harcoltál, tehát valami más utat választottál ehelyett. És ez ezzel a jelenléttel, ezzel a tudatossággal indul. A bevezető vége felé szeretnék egy olyan modellt közölni mindenkivel, amely nem abszolút értékű. Ez egy relatív modellje az emberi test és lélek együttműködésének, és a tudatosság szerepének ebben. Számoljunk együtt. Van 5 fizikai érzékszervünk, a szem, fül, orr, nyelv és test, mint tapintás. Utána van egy ugye mentális értelmünk, amely kapcsolódik ehhez a berendezéshez, és ennek van ugye 3 funkciója, az egyik a fogalomalkotás, elemzés, ez a 6., az 5 után, az ítéletalkotás, a dualitások megteremtése, a 7., és az emlékezés, a 8. A tudatosságunk, vagy a szellemiségünk az nem áll ebből a 8-ból, hanem látja ezt a 8-at. Tehát hideg a műmárvány. Körülbelül 22 fok van ide bent. Halljuk a szomszédteremnek a hangjait. Elgondolod, hogy mit csinálsz ezután. Jónak vagy rossznak ítéled azt, amit hallasz. Emlékszel és összevetted más előadásokkal. Ezek a funkciók, a test és a tudat funkciói, amíg életben vagyunk, együtt működnek, mert test és tudat együtt léte, ez az élet. Amikor meghalunk, akkor a test és a lélek szétválik. A tudatosság viszont mindezen közben nem kell, hogy változzék. De csak akkor marad tiszta, mozdulatlan és változatlan,
hogyha nem ragaszkodik egyetlen tárgyhoz sem, a tudat tárgyához, ugye emlékezz a tükör és rúzs hasonlatára. Hát a megszabadulás nem azt jelenti, hogy te bármi fontosat elveszítenél. Ez azt jelenti, hogy megszabadulsz a terhektől, az illúzióktól és a hamis azonosulásoktól, hiszen a tükör és a rúzs nem azonos. És a tudatosságért egyetlen egy árat kell fizetni, a saját elvárásaid, saját illúzióid, saját téves nézeteid az egyetlen ár, amit meg kell adni érte. És az az érdekes, hogy erre nagyon kevesen vagyunk hajlandóak, és ölelgetjük azt az égő oszlopot, ami a saját frusztrációnk, kudarcaink, haragunk, kapzsiságunk és egyebünk, ugye égő oszlopa. És ennek nem kell így lennie. Tehát aki szellemi tanító utat kínált és utat mutatott, az pontosan azt mutatta, hogy mi emberek eredetileg szabadok vagyunk és világos tudattal rendelkezünk. Ha ezt nem ködösítjük el, ha ezt nem takarjuk le, ha ezt nem szennyezzük be, akkor ez a képesség bennünk már megvan. Már használható. Úgyhogy a tudatosság, a látás, ez a szellemi látás, hiszen a szellem az nem része a testi és lelki folyamatoknak eszenciálisan, hanem lát. És ezt hívta a Buddha vidyának, ebből jön a videó is, mint látó, láttató. Tehát ha ezt a látást szeretnéd gyakorolni, akkor nem vallásosnak kell lenni, még csak nem is buddhistának vagy zenkövetőnek, nem engedd, hogy a lelked a felszínre dobja azokat az impulzusokat, amelyeket te önvédelemből nagyon sokszor letakarsz, önvédelemből elfedezed magad elől. Mert hogyha megengednéd, hogy lásd, akkor megváltozna az önképed, megváltozna a kapcsolatod a világgal, és lehet, hogy másképp kellene cselekedned, mert egy nagyon erős belső felszólítást kapnál magadtól, hogy a látottak ismeretében másképp tégy, másképp beszélj, másképp gondolkodj, és másképp formálj érzelmeket. Tehát a tudatosság azért veszélyes, mert ez a saját belátásod útján és tapasztalatod útján megy, és ezért megkerülhetetlen. Úgyhogy ehelyett inkább boldogok szeretnénk lenni, holott ugye a kettő nem zárná ki egymást, de nem helyettesíthető be egyik a másikkal. És hogyha a boldogságot szeretnénk a látás helyére betenni, na az a szenvedélybetegség gyökere, és abból alakul ki egy addikció, és amíg nem tudunk egy kicsikét különbséget tenni a kettő között, addig függők is maradunk. Jó? Tehát ennyit szerettem volna bevezetőként elmondani, és most a tiétek lenne a szó, hogy a kérdéseitekkel emeljétek ennek az előadásnak a színvonalát, mert láthatóan én erre innentől kezdve képtelen vagyok. Kinek van kérdése? Említetted azt, hogy használtad azt a szót, hogy szellem, és használtad azt, hogy lélek. Így van. De most a kettőn ugyanazt érted, vagy valami? Nem. A lélek az gyakorlatilag minden, ami a múltadban, jelenetben, jövődben, mint karma szerepel. Ezt hívják mentáltestnek vagy karmatestnek. És az állatoknak is van lelke, az embereknek is van lelke, de az állatoknak a nagy többsége ezt csak érzi és nem látja. Ezért tudatosan képtelen változtatni a viselkedésen. Az ember képes lenne rá, de a tudatosságát néha pont az ellenkezőjére használja, hogy roncson rajta, hogy ez még keményebb traumát okozzon magának és másoknak lehet. Tehát a szellem az látja a testet is, és a lelket is. Ezt hívják a buddhizmusban buddha természetnek. A buddha természet az nem karma. Azt nem tudod elsajátítani, mert az már van. De ami a léleknek az összes eleme, amit gondolsz, érzel, teszel, beszélsz, minden, ami a múltadban, jelenetben, jövődben, mint emlék, ítélet, analitikus gondolkodás, fogalmi, kreatív gondolkodás, érzékszervi hatás megvan, amivel azonosulsz, ez az azonosulás labda, ez a lélek, amire azt mondod, hogy én. Tehát a szellem azzal, ami valójában vagy, és akkor... A szellemnek lehetne nevezni az igazi önvalónkat.
És a legnagyobb fájdalom az, hogy semmi, amit átélsz, az ezzel önmagában abszolút értékben nem azonos. És akkor a szellemnek és a tudatnak milyen kapcsolata? Jó esetben ezek azonosak. Akkor, hogyha a tudatról nincsenek tévképzeteink, tehát hogyha az egoitásunkkal már nem azonosulunk, akkor lehet az, hogy a tudat és a szellem az megfeleltethető egymásnak. Ezt hívják realizált lénynek. Egyébként a tudat az tele lehet illúzióval, hamis azonosulásokkal és egyebek, és egy jó rücskös, nagy egoitást legyárt, hát az nagyon-nagyon másképp működik, mint az önvalónk. Köszönöm. Szívesen. Más kérdés? Létezik-e bármiféle olyan forma, vagy fogalom, vagy kép, amihez a tudatot funkcionálisan hasonlítani lehet? Rengeteg van. Szóval melyik sorból kérdezed? Hát, tehát... A harmadikból. Balról megyek. Látod? Tehát nagyon sokan szokták a vízhez hasonlítani. Tehát, hogyha hullámzik a víz, mert felkavarnak a saját dualisztikus jóra és rosszra alapozott képzeteid, akkor ugye a tó felszíne az zavart és hullámos, és nem tiszta, mint a tükör, és nem látszik benne az ég és a fölé hajló fűzfa. Így a víz meg is tud fagyni, valaki kőkeményen bemerevedik, és akkor jéggé fagy, vagy pedig nagyon fluid és szép folyékony, mint a víz, és, vagy elszáll, mint a pára. És a többi. Tehát rengeteg hasonlat létezik, de önmagában egyik hasonlat sem adja vissza teljesen, és lehet nyugodtan szimbólumokkal élni, hölgyeim és uraim, és lehet rendszereket gyártani, és újra leképezni valamit, amely ugye csak önmagába szeretne visszatérni. De mindaddig, amíg a közvetlenül a tudatra nem irányulunk, addig valami egészen más realitást fogunk élni. Tehát tessék nyugodtan legyártani azokat a rendszereket, amelyek érzelmi és intellektuális kielégülést okoznak, mert erre szükség van. Ezért olvasunk, ezért járunk ilyen fesztiválokra, ezért hallgatunk meg különböző frizurájú embereket, és akkor úgy valamivel ugye hazamegy. Na de ez még önmagában kevés. Valamivel több, mintha el se jött volna, vagy meg se próbálta volna, de önmagában még kevés. Méghozzá azért, mert hogyha nem válik saját, tiszta tapasztalattá, akkor végig kívül maradtál rajta. És ezért hangsúlyoznám azt, hogy egy régi taoista tanítás szerint a jó orvosság keserű, a helyes út úgy tűnik visszafelé vezet. Azért keserű az orvosság, mert az illúzióiddal kell fizetned, és az önképeddel kell fizetned, és a személyiséged megváltozik, és az egókérged felbomlik. És úgy tűnik, hogy visszafele vezet, mert úgy tűnik, hogy nem haladsz. Tehát ez nem az A városból B városba menő matek feladat, ez nem az, amikor a végén ott áll a nagy diadalív, és te alatta áthaladsz, mint a győzedelmes, és a megvilágosodás koszorúját így rádakasztják. Mindez nem történik meg. Vagy ha megtörténik, akkor szaladj el onnan gyorsan, mert valami egész másról van szó. Jó? Tehát azért kell vigyázni ezekkel, mert az ember ugye el akar érni valamit. És most mondok neked egy már bejáratott metaforát. Ha valaki nagyon a megvilágosodás, megigazulás, megnemesülés, tehát ezeket a képzeteket szeretné elérni, ez ahhoz hasonlít, mint amikor az okos kocsis nem üti a lovát, hanem az ostor végén belógat egy marék sárga répát elé. És akkor a szekér elindul. És amíg megy a szekér, addig a ló szépen azt gondolja, hogy el fogja érni ezt a sárgarépát, pedig ott ül a bakon a kocsis és tartja, és soha az életben nem fogja elérni a lovacska a sárgarépát. Mindaddig, amíg egyszer csak hátra nem néz, és le nem rúgja a kocsist a bakról. Na, ekkor fogja elérni a sárgarépát, de már a földről. Azt onnan kell akkor fölvenni. Magyarul hiba nélkül nem fogsz haladni az úton. Bukás nélkül nem fogsz fölkelni. Szenvedés nélkül nem fogsz megvilágosodni. Törekvés nélkül nem fogsz célba jutni. Csak ez nem ott van valahol előtted, vagy mögötted, jobbra, vagy balra. Tehát ez valahol bennünk van, és addig kell járni ezt az utat, még egyszer csak nyilvánvalóvá válik, hogy az úttá váltál. Tehát te elkoptál, mint lény, és csak az út maradt. Ezt a művészek nagyon jól tudják.
Tehát aki már mindent megtanult zenéből, és már mindent profin játszik, és már a kottát is le tudja tenni, az utolsó nagy akadály az ő saját nagy zenész lénye. Ez az utolsó nagy akadály. És hogyha ez a nagy zenész eltűnik, akkor már csak a zene marad, és ekkor földön túli az előadás. Mert nincs senki a színpadon, csak a zene szólal meg a térben. És ez leírhatatlan. Fordítsd le képzőművészetre, színházra, esetleges terápiás beszélgetésre. Egyéb kérdés? Nekem egy érdekes kérdésem, zavar téged, hogyha valaki bent? Nem. Szeretem beépíteni az előadás menetébe. Egyben felül a figyelmét, ahogy elkésett. És zavar az, hogyha elkésik? Én szerintem őt zavarja, csak ezt még nem tudja. Hogy még lemaradt valamire. Más egyéb? Kifogytál a munícióból, mi? Kíváncsi vagyok, hogy milyen ember vagy, mert hogy hogyan lehet beépíteni ezt a tudatosságot, meg ezt az egész fesztivált a hétköznapi életbe, hogyha mondjuk engem zavar valami, mondjuk valaki elkésik az előadásomról, akkor ha érzem, hogy na, ez a kis ember nem jött időbe, és benyit, és nem tisztelt meg engem azzal, hogy beért, akkor ott valószínűleg nem vagyok valami tudatos, mert hogy zavar, és nem érzem magam jól tőle. És gondolom, ez nem a tudatos, de ha tudomásul veszem, hogy érzem az, hogy zavar, és félre rakom, vagy megjegyzem, hogy milyen testi érzéseim vannak azáltal, hogy ezt a zavart éreztem, és félre rakom, az már tudatos? Tehát az akkor már előrébb? Akadémikus van a családban? Mert ez egy ilyen székfoglaló minőségű kérdés volt. A lehető legszélesebben megvizsgálta az opciókat, és utána rákérdezett a tudatosságra, miután darabokra törted a saját fogalmaiddal. Figyelted? Figyeld meg. Tehát amikor a saját fogalmaiddal töröd darabokra a létező jelenlétet, akkor biztos, hogy elvész valami. Ha az nem zavar, akkor semmi sem. Tehát, hogyha mindezeket félre tudod tenni, és meg tudsz maradni a pillanatban, akkor a tudatod terel végtelenségig tud tárulkozni. És akkor minden lehetséges. És te döntöd el, hogy reagálsz-e, vagy sem. És hogy játszol-e vele, vagy sem. Hogy ez téged hogy érint, vagy sem. Mert a reaktív és a kreatív tudat között egy világnyi különbség van, ezt minden ember tudja. És nem csak a művészlelkek, íródeákok és töltőtollas kreatívok, hanem a szülők is. A gyerek a legnagyobb tanítás arra, hogy mi a kreatív és mi a reaktív. Jó? Tehát a hétköznapokról kérdeztél, és nekem az a viszont kérdésem, hogy hogyan nem lehet beépíteni. Tehát hogyan hagyhatnád ki a tudatosságot a hétköznapi életből, hiszen ide kimész, és akkor rögtön jobbra vagy balra kell menni, döntést kell hozni, hogy gyorsan vagy lassan mész a következő állomásodra, kiket hívsz, kiket hagysz kint. Ez teljesen tudatos. Csak hogy mi az, amit látsz ebből, az az igazi kérdés. Hát mostanában az a hír járja, hogy körülbelül 5-10%-át használjuk ki a mentális kapacitásunknak. És jó, ha ez 5. Tehát mi az, ami a tudatküszöb alatt van? Tehát mi az, amit nem látsz magadból? És ezt megint nem mondhatja el senki, csak amikor te magad leülsz mondjuk egy meditatív pozícióba, és befelé nézel, akkor látod meg azt, hogy mi mozog még a tudatküszöb alatt. Mi az, amit még magadból nem láttál? Na, ezt lehet nagyon jól beépíteni a mindennapok ugye, forgatagába. A megváltozott önképet, a megváltozott önismeretet. És ez az, ami szerintem az igazi feladat. Jó? Egyéb kérdés? Mi történik, hogyha sikeresen lerúgtam a konülőt, akit elfejtettem, és amikor lerúgtam... Az a kocsis. A kocsist, igen. Igen, a kocsist, és akkor egyszerűen lehajolok, és nem tudom, hogy melyik az én répám, vagy hogy tényleg répa volt-e, vagy nem.
vagy hogy most ezt akarom megenni, vagy nem. Szóval annyi út van előttünk, és annyi lehetőség, és mindegyik a hegynek a tetejére visz, de nem tudom. Én benne mindig van egy ilyen félsz, hogy elindulok egy úton, ami végül nem is az én utam, és akkor mindig csak így megindulok mindent, és aztán visszajövök a hegy aljába, hogy hát ha, de... Ennyi volt a kérdés. Tudod, mi vált nyilvánvalóvá a kérdésedbe? Hogy még az életed nagy válsághelyzetei előtt vagy. Én? Ugyanis az a luxus, hogy ott van előtted a lehetőség, és elkezdesz rajta gondolkodni, az általában ilyenkor szokott megtörténni, hogy nem égető a szükség, nem elég nagy a szenvedés, nem kell ott és azonnal megoldani, hanem elkezdünk gondolkodni azon, hogy én répám, nem az én répám, én célom, nem az enyém, ez az út, másik út. Ezt mind-mind lehet, csak előbb-utóbb a kocsis visszaül a bakra, és megerősödve folytatja. Tehát ne engedjük azt, hogyha már egyszer sikerült a saját egoitásunk kötelékeitől egy pillanatra megszabadulni, akkor az utána ugye újraírhassa az alkotmányt, és akkor megint ott van fönn a bakon, és megint az van, sőt, erősebben, mint előtte. Tehát erre kell vigyázni, és hogyha megvan az a lehetőség, hogy megszabadulj, akkor azzal érdemes élni, de ezt megint csak te döntöd el. Inkább válaszom a rossz utat, hogyha hallom, hogy sokan nevetek rajta, én biztos hülyeséget kérdezek, de... Nem. Szóval, hogy inkább egyem meg a répámat. Ja. Egyem meg a répámat, örüljek neki, hogy az élet adott egy ilyen lehetőséget, hogy felvettem a földről, viszont ha más nem, akkor majd úgyis haladok tovább. Ez most annyira elméleti lett, hogy ha ezt nem tudod konkretizálni, akkor minden, amit én válaszolok erre, az rossz lesz. Képzeld el. És az a tényleg a rossz út. Tehát nézzük meg, hogy pontosan mit jelent ez a répa. Elérted a célt, elérted azt, amit akartál, és akkor hirtelen meggondolod magadat, és azt mondod, hogy júj, hát a Merkur retrográdban van. Úristen. Tehát, érted? Tehát vigyázzunk ezzel, mert enyhe személyiségzavar lehet belőle. Nem várjuk meg, köszönöm szépen. Majd szívesen. Csak egy nagyon gyors rövid, hogy a fejemben valahogy tiszta legyen az, hogy egy nyelvet beszéljünk, hogy értsünk, hogy most a lelket mondtad, és olyan dolgokat mondtál hozzá, hogy hordozza a múlt, jövő, ez tulajdonképpen akkor az egóval valamilyen szinten? A léleknek a hamis önképe az az egó élmény. Ha az önvalóval lenne azonos, akkor a lélek az teljesen tiszta lenne. De a saját hamis önképe szennyezi be. És tudod, honnan tudod ezt? Az ítéletalkotásból. Tehát minél keményebben és gyakrabban alkot ítéletet, és minél inkább abszolútnak gondolja a saját ítéleteit, annál radikálisabban különbözik az önképe a valóságtól. Tehát a tiszta lényét. Pontosan. Tehát a lélek az... tulajdonképpen lehetne egy tiszta minőség. Eredetileg az is. Csak elfelejtette önmagát, elfelejtette a szellemi minőségét, nem tisztán lát, hanem a saját kötképeivel azonosítja magát, és a saját illúzióival foglalkozik a valóság helyett. És ezt nagyon sokféleképpen láthatod, de az egyik legbiztosabb ilyen teszt az az, hogy percenként hány ítéletet alkot, és hányszor hoz létre jót és rosszat, mennyet és poklot, istent és ördögöt. Na, ha így nézed, nagyon érdekes a kép. Főleg azért, mert ez aztán mindenkinél játszik. Tehát ez egy alapvető szerintem az emberiség nyelv. Akkor tényleg egy nyelvet beszélünk. Oké, akkor köszönöm szépen. Szívesen, tessék. Akkor én egy kicsit megkavarodtam, tehát én pont azért kérdeztem, mert szerettem volna azt látni, hogy te mit értesz azokon a fogalmakon, amiket használsz, mert valószínűleg nem egyezik azzal, amit én, de én úgy értettem, mintha azt mondtad volna, hogy a lényeg, és a szellem nem ugyanazonos, viszont azt mondod, hogy van a léleknek egy szellem minősége, hogy akkor a lélek és a szellem mégis ugyanaz, vagy az? Eléggé szorosan kapcsolódnak egymáshoz, de azért lényeges különbségek vannak. Tehát a léleknek minden egyes kvantumja mulandó, tökéletlen és feltételhez kötött. A lélek úgy, ahogy van, az jön és megy, keletkezik és elmúlik, de a szellem
az a fajta buddha természet, az a látás, amiről beszélünk, az nem keletkezik és nem múlik el, nem jó vagy rossz, nem feltételhez kötött, nincs ok és okozat benne, de átéli és látja mindazt, ami a lélekben történik. Tehát nem lehet őket különválasztani, amíg életben vagyunk, de a kettő funkció nem ugyanaz. Tehát ezt a fajta látást, a tükröt és a tárgyát, azt egyszerre tapasztaljuk egynek, és egyszerre van a látó, a látás és annak a tárgya. És ezt szándékosan hagyom meg paradoxnak. Tehát nehogy azt hitt, hogy ez logikus. Nehogy azt hitt, hogy ezt ezzel csak pusztán logikával fel tudod fogni. Tehát azért gondolkodtak a régiek paradoxonban, mert a paradox az sokkal, de sokkal többet tudott egy feloldhatatlan ellentmondáson keresztül mondani, mint hogyha legyártott volna egy arisztotelészi logikát. Nézd meg a Szokratész, Platón, Arisztotelész vonalat, és kezdődik az egész valami elképesztően izgalmassal, a preszokratikusok még izgalmasabbak, és utána Platón ugye a híd, a teljesen objektivált arisztotelészi gondolkodás az A egyenlő A, B egyenlő B, A nem egyenlő B, B nem egyenlő A. Tehát erre az öreg rabbi azt mondta, ki tudja? Érted? Tehát azért kell ezzel vigyázni, mert hogyha nagyon logikusra legyártod és lesimítod az egészet, akkor valami elvész. És ez a teljesség. Tehát mi az, amit a logika nem fog föl? Na azt kell paradoxba tenni, vagy a paradoxon által kifejezni. Tehát ha azt mondod, hogy azonos a lélek és a szellem, akkor hibázol. Ha azt mondod, hogy különböző, akkor is hibázol. Nekem arra volt igazából szükségem, arra van szükségem, hogy tudjam, hogy ha azt mondod, hogy szellem, te mit értesz azon. Mert az én saját nyelvezetemben, ahogy én gondolkodom, nekem pontosan fordítva, tehát azt, amit te a szellemre határoztál meg, azt hívom én léleknek. De ugyanaz a fogalom, csak másképpen nem. És ezért akartam ezt így tisztázni. Örülök. Így tudok a te fogalmaid szerint gondolkodni, és amit mondasz, így tudom a te... Amit hallottatok, vagy hallotok még most is, az egy fordítása annak a rendszernek, amit a zen buddhizmuson keresztül bárki megismerhet. Tehát ezért beszélünk tudatosságról, és azoknak a tárgyairól, illetve annak tárgyairól, mint a gondolkodás, érzelem, beszéd és cselekedet működése, mind a mentál testben, mind pedig a fizikai testben. És valami látja ezt. Hát valami látja a gondolkodásodat, érzelmeidet, valami érzékeli az érzékszervi hatásaidat, és ezt hívjuk a buddha természeten, vagy a megvilágosodás természeten keresztül szellemnek, hiszen egy csomó minden kapcsolódik ehhez. A lélekhez pedig egy ilyen rendkívül érzelmes, egy lelki, meg ilyen finomságos és egyebek. Tehát ez az, ami vérbő, ez az, ami a lény, ez az, ami belőlünk a mentális rész, az érzelmi, gondolati rész. Jó? De hangsúlyozom azért, és mindjárt hagylak kérdezni, hogy nem ezek a megkülönböztetések fognak minket úgy hatalmas lapát csapásokkal előre vinni az óceánban. Kellenek. Nekem ahhoz elég, hogy értsd, hogy miről. Kellenek, de hogyha valaki ezt nem tisztázta le magában, még attól nagyon jó gyakorló lehet. Mond. Nem baj, azért én most ráteszek erre, hogy amikor elhagyjuk a fizikai testünket. Igen. Most izgalmas, hogy? Most izgalmas. Hogy van ez a dolog, a zen megközelítés? Tudod, hogy én is kíváncsi vagyok rá? Van neked erről valami tapasztalat? Súgjak? Jó. Tehát kétféle ilyen elhagyás van, az egyik az álom, a másik a halál. Az álomnál visszajössz, a halálnál pedig abban a testben nem. Mondjam még? Hát nem fogom. Miközben azért nem, mert olyan ezoterikus ködök repkednének itt utána, amitől én megkímélnék mindenkit. Megmondom miért. Kinyitod az Amazont vagy a könyvtáradat, és kicsapnak belőle ezek a feltételezések, meg hipnoterápiás élmények, meg látások, meg ilyen síkok, meg olyan síkok, és ezek mind szépek és jó, csak ezek nem a tiéd. Jó, már megvan az enyém, és nekem több boldog vagyok, úgyhogy köszönöm szépen ezt a
Látod, milyen könnyű volt? Igen, tehát az a jó, hogyha a saját tapasztalatod vezet erre rá. És ez mindenkinek a lehetőségei között benne. Most nehogy azt itt, hogy azt mondom, hogy utazzál gyorsan el, aztán gyere vissza. Inkább arról legyen szó, hogy amiről mi beszélünk, és amit próbálunk mi tudatosságként vagy szellemiségként apostrofálni, az nem függ attól, hogy életben vagy, vagy éppen test nélkül. Az a halál az egy ilyen nagyon rossz, az ilyen riogatós, tehát azt hogy nem kéne. Halál. Nem. Felvetted a testet, aztán visszaadod, mint ahogy a bérelt autót visszaviszed a társaságnak, te pedig fogod magad, és kiszállsz, és mész. Köszönöm. Aztán, ha olyanod van, akkor felveszel még egy autócskát. Örülök, hogy tetszik. Szóval az a lényeg, hogy a saját tapasztalatod ebben a testben, és ezen kívül lényegileg nem különbözik, egy vonatkozásban csak egyszer van tested, egyszer meg nincs. Jó? De a tudat működése az ugyanaz. És a rávonatkozó törvények is ugyanazok. Tehát ezt kell nagyon megjegyezni, hogy a karma törvénye nem változik testen belül és testen kívül. Tehát nehogy azt higgyük, hogy ez valami nagyon más. Hát persze, hogy más. De azért a lényeg ugyanaz. Ez pedig te vagy. Mondd. Ez tiszta, csak az, hogy tehát az, vajon az egóból mennyit visz tovább az ember? Mennyit hoztál magaddal ebbe az életbe? És mennyit hoztam ebbe az életbe? Na pontosan annyit hoztál magaddal ebbe az életbe, amennyit tovább vitti az előzőből. Egy grammal se kevesebbet. De nem alakult közben, semmi nem változik? Tehát azzal, hogy mondjuk én tudatosodom, nem változik itt valami? Hogyan tudatosodhatsz? Hogy értjük ezt? Csak úgy, hogyha megszületsz. Tehát a karma teremtése és elvétele, az csak egy inkarnálódott állapotban lehetséges. Két inkarnáció között nem. Különben már mindenki szétvilágosodta volna magát. Most képzeld el, mennyire könnyű ez, hogy nincs ez a szkafander, és nincsenek ezek az érzékszervek, és full emlékezet, és minden gyönyörű, és minden csili-vili. Látod azt, amit nem látsz testben, mert nincs ez a korlátozó intellektus, meg egyebek, de mégse. Tehát az egy olyan állapot, hogy nem tudsz karmát elvenni, mert teremteni sem tudsz, és ezért vagyunk olyan szomjasak az inkarnációra. Ezért imádunk megszületni ilyen lehetetlen, borzasztó, szenvedésteli helyzetekbe, csak azért, hogy legyen egyéni érzetünk, szabad akaratunk, érzékszervi hatásaink, és kijöjjünk abból a slamasztikából, amiben saját magunkat toltuk bele. Ezt imádjuk. Ez tiszta, de akkor az a korlátozó izé, igen, amit mondtál, az akkor ott nincs jelen talán, vagy? Majd te megtapasztalod saját magadnak, nem fogom elárulni, nehogy eszéd. Csúnya rozzen tanító. Nem fogja elárulni. Majd rájössz. Egy biztos, ha itt elmozdítod a korlátot, akkor az ott sincs. Ha itt korlátozva érzed magad, akkor ott is az lesz. Következő kérdés. A szellem, az változik, vagy sem? Tehát jó, hogy a lélek ezek szerint változik, mert hisz a karmát szépen le kell, hogy dolgozza, de a szellem, az változatlan. Milyen az érzeted? Te változol, miközben élsz? Egyfolytában. Tessék? Egyfolytában változik. Ennek a változásnak a látása is változik? Igen. Akkor változik a szellem is. Én azt szeretném kérdezni, hogy vannak az egónak így megnyilvánulásai, hol erősebb, hol gyengébb, és gyakorlatilag ugye az a cél, hogy elengedjük az egónkat. Na most ez ugye valamikor jobban sikerül, gondolom, valamikor nem, valamikor kevésbé, és azt szeretném kérdezni, hogy mikor gyötri az embert az egója, akkor hogy lehet azt gyorsan elengedni? Hát rá kell kérdezni, hogy mi ez, honnan jön. Nem ki, az már sok. Mi ez, honnan jön. Ezzel már felépítettél egy távolságot, már egy teret adtál a tudatnak, már nem ítéltél magad fölött, már nem zuhantál bele a képzett gyűjteménybe. Tehát próbálj meg ránézni, próbáld meg tisztán látni, és már leválasztottál erről a borzalomról. Csak nagyon sokszor, mivel nem tanultuk meg, hogy ezt hogy kell csinálni, akkor ezt a gubancot még inkább magunkra tekerjük.
Tehát elkezdünk kapálózni, és pánikból, félelemből és egyébből dolgozni. Nem jó, nem akarom, szabadíts meg tőle, stb. De minél tovább kapálódzik az ember, annál jobban magára tekeri. Ebből még egy plusz rossz emlék lesz belőle. De nem csak, hogy egy plusz, hanem így rétegesen rakja egymásra, mint az E80-ast. Ennyien jártak a Daubnerban? Nagyon jó. Tehát az a sok-sok réteg, ami a lélekben traumaként lerakódott, mint a fa évgyűrűi, az pontosan ezekből a kényszermozgásokból vannak. Tehát nem állt meg, és nem látta meg. Lehámozzuk. Tehát gyakorlatilag az a feladat, hogy ezt lehámozzuk, ezeket a rétegeket. De most mondom, ne hámozd, az lehullik magától, csak vont ki az energiát belőle. Tehát ez egy rendkívül egyszerű művelet, megállsz, megmersz állni, és nem mozdulsz előre, és nem rohansz saját magad elől, és ránézel, hogy mi ez. Ért valami iszonyú nagy csapás. Úgy tűnik kívülről, de közben belülről hívtad. Tehát mi ez? Honnan jön? Már is ráláttál, és már is az ok és okozat ugye, birodalmában vagy, és nem menekültél el, nem harcoltál ellene, hanem szépen megláttad, először egy picit, aztán többet, aztán még többet, és ahogy választódsz le róla, ahogy tisztán látod, úgy tudod az energiádat kivonni belőle, mert azt is meglátod, hogy hogyan teremtetted, te hogyan járultál hozzá ahhoz, ami történt veled. Nem bűntudat, felfedező út. Ez más. Nehogy ettől bűntudatod legyen, az a legrosszabb, mert aztán jutalmazod magad azzal, amit egyébként szerettél volna elhagyni. Ez a legjobb. Tehát aki megvilágosodik, abba ki se alapul egyáltalán? Hát honnan tudjam én azt? Buddhát kérdezd meg, megmondja. És honnan rólad tudom? Van szó. Ne a megvilágosodást tételezzük itt, hanem arra, hogy benned mi van. Tehát benned ugyanaz a lehetőség megvan, mint a Buddhában. És az összes pátriárkában és mátriárkában. Jó? Tehát állítsd meg a tudatot, hogy ne rohangáljon körbe-körbe, és megkérdezi, hogy mi ez? Honnan jön? Tehát ez a praxis a 6. pátriárka per Huineng óta nem változott. És azóta működik. És a sztori, amivel ez elindult, az az, hogy Huineng tanátadást kapott az 5. pátriárkától, a kínai buddhizmusról van szó, hogyha esetleg valaki utána néz, és egyszerűen ezt páran, az ambiciózusabb versenytársak, ezek nem bírták. És ezt látta az 5. pátriárka, és azt mondta, hogy menekülj. És Huineng hát nem volt olyan jó, mint a nyomkeresők, és másfél nap üldözés után úgy tűnt, hogy elkapják, és letette a Buddha táliát és a kasáját egy sziklára, és elbújt. És gyorsan odaértek az üldözők, és meglátja, azt mondja, testvérem, nem a kasáért és nem a tálért jöttem ide, kérlek, bújj elő, nem bántalak. És Huineng előjön, és azt mondja, mit kívánsz? És erre azt mondja az üldöző, hogy mondd meg nekem, mit adott át neked az 5. pátriárka? És erre azt mondja Huineng, amikor nem gondolsz jóra és rosszra, akkor mi az igazi arcod? És ezt hallva az üldöző megvilágosodott. Tehát ez a mi ez? Ez ennek a mondatnak a leegyszerűsített változat. Amikor nem gondolsz jóra és rosszra, akkor mi az igazi arcod? Na, ez az a szellemiség, amiről beszélünk. Ez az a Buddha természet, amiről beszélünk. Ez az, ami lát benned, kicsit megrőkönyödve, hallgatja és megpróbálja feldolgozni. Tehát innen van ez a kérdés. Ez a kérdés amennyire egyszerű, annyira jól tud működni, és válsághelyzetben ilyen iszonyú bonyolult rendszereket nem tudsz felfűteni, és nem tudsz működésbe állítani, mert már rég lekéstél róla. Tehát ott egy mozdulat kell, amivel az egészet megoldod úgy, ahogy van, és minél egyszerűbb, minél tisztább, annál hatékonyabb. Tehát amikor válság van, probléma van, nagy sok van, nem menekülünk, nem harcolunk, megállítod, mi ez, honnan jön. És van, innentől kezdve van szabadulás. Mond. Mi van, ha nem tudok erre válaszolni? Van, de nem válaszolni kell el, meg kell látni, ami éppen van. Hát a válasz az majd adja magát. Tehát ne te akard innen előhúzni, majd a lélek látja azt, illetve a szellemiséged látja azt, ugye? Semmi gond. Bízzál magadba, meg tudod csinálni. Jó?
Egyéb kérdés? Akkor most a lélek vándorol, vagy a szellem? Te vándorolsz, nem a lélek. Vegyük ki a romantikus fogalmakat innen. A lélekkel, hogyha tisztában vagy, akkor azt is látod, hogy az honnan jött és hová megy egy életen belül. Tehát soha nem mondja azt a párod azt, hogy hazajöttél, jaj, vándoroltál ide egyet. Csak eldöntötted, hogy hazamész, és akkor hazamentél, nem a kocsmába. Milyen jó. Tehát onnantól kezdve, hogy kitűzöl egy célt, és azt követed, a tudat és a test oda megy. Tehát a lélek és a test oda megy. Tehát ez a testen kívül is így van. Kitűztél egy célt, és a lélek oda megy. Ez nem különleges vándorlás. Mondom, nem működsz másképp, mint ebben a testben, mint ebben az életben, mint bármely életedben. Csak az egyetlen egy különbség két inkarnáció között az, hogy nincs test. Kész. A törvények ugyanazok, a mozgás törvények is ugyanazok. Csak enélkül a szénhidrát gyűjtemény nélkül kicsit gyorsabb. Más egyéb? Van bennem egy nagyon régi félelem. Még pedig az, hogy ráébredek arra, hogy ez az egész, ez végtelen sokáig tart. Ez engem elég sok mindentől eltántorít egyébként szerintem ezen az egész megismerés folyamatában, mert ténylegesen félek attól, hogy rájövök, és akkor az olyan borzasztó lesz. Erről nem tudom, hogy igazából mi a kérdés, de hogy... Hogyha ez így van, mit csináljunk? Valami hasonló, igen. Ez a nyugi úgy sem emlékszel rá. Tehát ez a nagyon kicsit frivol, new age-es válasz, de a lényeg az, hogy a Buddha pontosan ezekre a kérdésekre nem válaszolt. Tehát a 16 megválaszolatlan kérdés között pont az van, hogy ugye az univerzum az véges vagy végtelen, az inkarnációk azok végesek vagy végtelenek, akaratlagosan indult az egész vagy sem. Tehát ezekre ő szándékosan nem válaszolt. Miért? Mert kivenni a vitorlátból a szelet, és előre eldöntene dolgokat. Az Istenek létéről sem mondta azt, hogy objektíven léteznek vagy sem, tehát tudattól függetlenül, emberi tudattól függetlenül, vagy attól függően léteznek csak. Tehát ez pontosan azért nem állította be, és nem mondta meg, hogy te törekedjél. És a végén se, tehát amikor már több mint 4 évtized tanítás után érezte, hogy itt a vége, egy dolgot mondott így két fele szedve, lángban áll a világ, törekedjetek fáradhatatlanul. Tehát teljesen mindegy, hogy hány inkarnációd volt és lesz, ha ebben az egyben eléred a felébredést, az mindent visz. Nem kell aggódni. Az aggodalom is levesz az erőből. Igen, de akkor felmerül a következő kérdés, hogy mi van akkor utána? Mi volt előtte? Nem tudom. Akkor azt se tudod, mi lesz utána. Egyéb kérdés? Okay. Sok embert előadott véghallgattam témában, hogy tulajdonképpen mire hallgassak, szívemre, vagy az elmémre, gondolataimra, tudatomra, hát igazából, hogy kellene meghozni egy vitás kérdésben, vagy akármiben is a döntés. Tehát most az érzésemre hallgassak, vagy mondja, súgja a szellemem az elmémnek azt a gondolatot, az első gondolatot, melyik lenne majd a jobb, vagy mind a kettő, várja meg a nyelvet, a mérnek, a mérdől. Képzelj el egy olyan foci csapatot, ahol mondjuk a középpályásokat, a védőket, vagy a támadókat így kizárnák. Egyik se lenne jó. Tehát amikor azt mondod, hogy az érzéseimre hallgassak, vagy a gondolataimra, vagy a múltból merítsek, vagy a jövő képből merítsek, egyiket sem lenne szabad kizárni. A döntés alapja nem ez. Az edző az nem lép pályára, a csapat lép pályára. De az edzőnek nagyon jól kellene látni, hogy a csapat mit csinál. És én pont ezért nem azt mondom, hogy ez egyik vagy másik személyiség elemre alapoz vagy sem. Hiszen akkor kizárnék valakit a pályáról, mielőtt a meccs megkezdődött volna. Hanem azt javaslom, hogy ismerd föl a helyzetet, hogy pontosan milyen helyzetben vagy,
a kapcsolatot a helyzettel, hogy milyen viszonyban vagy az ott jelenlévő humán és materiális dolgokkal, és utána pedig jelölj ki egy irányt, amely szerint helyes lesz a cselekedet. Tehát helyzetfelismerés, kapcsolatteremtés és cselekvés. És ebben belőled pont az fog részt venni, ami éppen kell. Világos, hogy egy munkahelyi problémát másképp oldasz meg, mint egy családi problémát, de ugyanaz a tisztánlátás kell hozzá. Csak az egyiknél mondjuk előveszel egy rakás ilyen dossziét, és fellapozod, hogy az előző üzleti év eredményei ugye garantálják-e azt a beruházást, amit most a partnerek javasolnak, és amikor otthon vagy, akkor valószínűleg nem fogod az előző év összes érzelmi eseményeit az asszonnyal előszámlálni, mert az csak ront a dolgon. Azt mondja, szívem, húzzunk itt egy vonalat, ami történt, az megtörtént, és most kezdjünk tiszta lappal. Ebbe azért még be kell ruházni virágcsokorral, ebéddel, egyebekkel, de mégiscsak lehetséges. Tehát nézd meg csak, hogy az, hogy a múlthoz való viszony az ugye milyen. Tehát már egy olyan közelítés, hogy nem rólad van szó, sokkal többről van szó. Tehát a helyzetről, a kapcsolatról, a megfelelő teendőről van szó, és nem az, hogy magamból mit szabdalok ki. Oké? Okay? Én csak nagyon egyszerűt kérdeznék, hogy igazából hogy lehet ezt a tisztánlátást, meg a tudatosságot erősíteni, mert hát ugye az ember próbálkozik, úgy igyekszünk, törekszünk ebbe az irányba, de vannak kis visszaesések, és hogy ez így hogy erősíthető. Most azt hihetné a nagy érdemű, hogy én meditációt fogok tanítani, és látod, nem. Én azt mondom, hogy tanulj a hibáidból. Ez az első. Második, légy őszinte önmagadhoz akkor is, amikor ez nem muszáj. Úgy tűnik, hogy nem muszáj. Úgy tűnik, hogy most éppen megengedhetem, hogy egy picikét így játszogassunk a szavak és az érzelmek közti különbséggel. Hát légy akkor is őszinte önmagadhoz, amikor ez nem olyan húsba vágóan fontosnak tűnik. És akkor elindul a belső látásnak egy olyan folyamata, amely így az érzékszervi valóság sebességével halad. Tehát ahogy kapod az impulzusokat kívülről és belülről, úgy látod ezeket tisztán darabról darabra. Na, ha mégis meditálni szeretnél, akkor van egy rakás olyan technika, amivel ezt a belső tudati tisztaságot elő tudod segíteni, és előre tudsz dolgozni. Nem árt azt a járművet felkészíteni egy kis kemény terepre, meghúzni az összes csavart, feltölteni az olajat, üzemanyag, lengéscsillapítók, bukótér, minden, amit akarsz. Tehát azt jó felkészíteni, és a tudatnak egy ebbéli felkészítése azokra a traumákra, amelyeken szükségszerűen keresztül fogunk menni. Hiszen nem csak a születést éltük meg, azt mi is megéltük, nem csak anyuka. Öregség, betegség, halál. Ez benne van a pakliban, mindenkiében. Na most erre érdemes úgy felkészíteni a tudatot, hogy egyrészt nem harcolsz ezek ellen, nem taszítod őket, mert ezek egyszerűen jönnek, hanem a megfelelő viszonyt kialakított testhez és lélekhez. És ez már a meditációnak egyfajta folyománya, és ez még csak akkor rólad szólt, és még nem szólt a melletted lévő emberről, a társról, a családról, a társadalomról, pedig tényleg tovább vihető ez, sőt szerintem vivendő is a másik emberig. Tehát ez azért gyönyörű, mert a másik ember nélkül te nem vagy teljes, és ez nem kapcsolatfüggőség, ez az egymásra utaltság felismerése. Tehát a meditáció az végképp nem egy ilyen kis szellemi sufni, amiben úgy bezártuk magunkat, azt kijövünk kicsit tisztábban. Nem. Tehát ez lehet egyéni gyakorlat és csoportos gyakorlat, de messze túlterjed a személyiség határain. És akkor abból a közös élményből tudsz tanulni, hogy mit lehet igazi emberi kapcsolatnak nevezni, mit lehet intimitásnak, bizalomnak nevezni, mit jelent egy egyévált életnek nevezni, és a többi. És akkor ez is tovább vihető abban a térben, abban a tisztán látó ugye, tudatban, amelyről itt annyit beszéltünk ma este. Én azt szeretném kérdezni, hogy hogyan lehet az illúziókat, gondolatokat, elvárásokat, félelmet, aggodalmat feladni vagy elhagyni? Hideg zuhany, jeges víz.
Tehát vagy az van, hogy követed az illúzióidat, és akkor kudarcot vallasz, és felsülsz, mert az illúziók ugye ilyenek, nem oda vezetnek, ahová szeretnéd, azt hiszed, hogy, azt közben dehogy. Tehát ez a hideg zuhany jeges víz, tehát tanulsz ebből. Vagy pedig minden rendben van, és akkor az igazság útján jársz, nem csalod meg önmagad, és ezzel mást sem, és akkor ezzel nincs gond. És ezt hogyan tudom megtenni? Megint csak az ember úgy megadja magát a saját belső felismerése előtt. Ezt úgy kezdetleges fogalommal úgy szoktuk szólítani, hogy lelkiismeret. A lelkiismeretre annyi morális és etikai teher rakódik a történelem során, hogy azért sem használtam ezt a szót tudatosan most. Pedig az igazi önvalónk látása és a tiszta lelkiismeret végső soron ugyanaz. Csak minket annyira kondicionáltak arra, hogy mi hogy vagyunk jó emberek, hogy a lelkiismeretünket ez rendkívüli mértékben befolyásolja. Pedig pontosan arról van szó, hogy azt is látom magamban, amit nem szeretnék. Azt is felismerem, amit nagyon fájdalmas felismerni. És ekkor tudok kiegészülni, ekkor tudok megszabadulni attól az illúzió világtól, amely nem csak engem sújt, hanem fertőzi a környezetet is. Tehát az emberi tudatlanság, az emberi téves nézetek garmadája, a dualisztikus nézetekkel való azonosulás a legnagyobb környezetszennyezés, ami létezik. Ha szeretnék felébredni, akkor mit tegyek? Hát ha már realizáltad, hogy alszol, akkor már egy picit fel is ébredtél. Tehát világos, nagyon őszinte a kérdés, nem szeretném elbagatelizálni, akkor az útra kell lépni. Tehát ha rájöttél, hogy a felébredést szeretnéd, akkor valamilyen módon az úton kell járni. Ehhez kell az, amit mi a három legértékesebbnek nevezünk, de ez a sporttól kezdve a művészetig, bármiféle szakmáig is így van, kell egy tanító, kell egy tanítás, és kell egy tanítványi közösség. Tehát kell az edző, a sportársak, meg a sport maga, ahogy azt csináljuk. Vagy kell a művész, a nagymester, kell a művészet, és kellenek a művésztársak, mert enélkül nem fejlődünk. Tehát ezt az utat ugyanúgy lehet járni, mint bármely más utat, és el kell viselni azt, hogy közben az ön és világképünk változik. Ez egy nagyon fontos ismérve ennek. Tehát ne gondold azt, hogy a mostani személyiséged a mostani ideákat meg fogja kapni, és a most látott célokat úgy be fogja teljesíteni, ahogy azt most gondolod, érzed és vágyod, mert pont ez az, ami nem fog bekövetkezni. Tehát megváltozol te is, a céljaid minősége, legalábbis a megjelenése is, és mindezt ki kell bírni, és mindezt irányban kell tartani, meg kell tartani a bizalmat az eredeti tanító, a tanítás és a tanítványi közösség felé. Nem könnyű a történet, de nem is nehéz, és végképp nem lehetetlen. Tehát akkor az úton kell járni, ha ezt az ember elgondolta. És hogyha a háta mögött elég tapasztalat van az életből, akkor ez üzemanyaggá és motivációvá válik. És akkor nem gond ezen haladni. Jó? És még egy gyakorlati dologgal kapcsolatos kérdésem lenne, hogyha amit magamra tekertem a való életben negatív dolgokat, azokat meglátom megállva, és belül elfogadom azt, amit látok, akkor ugye az van, hogy meg tudok szabadulni mindettől, de hogy a külvilágban ez mutat-e bármilyen változást, tehát változik-e külsőleg az a dolog, amit ezzel létrehoztam, pusztán azáltal, hogy megláttam magamban belül ezt a dolgot, vagy van egyfajta kifutási idő? Azon nyomban méghozzá egy nanoszekundum különbség nélkül. Tehát mihelyt a tudat megváltozik, megváltozik a világ is. Megváltozik a tér, megváltozik a kapcsolat. Tehát egy más tudattal mész haza, a párod egész másképp fog fogadni. Biztos. Az, hogy ezt mennyi idő alatt látja meg és regisztrálja magában, az az ő saját haladásának az ismérve. De a tudatban azon nyomban megváltozik. Tehát a világban is megváltozik. Tehát a látás önmagában arra, hogy
ráláttál, arra már lehet alapozni, de a szokásoknak a megváltoztatása az nagyobb munka. Tehát kijelölni az irányt egy gyönyörű lézerirányzékkal, az egy pillanat ahhoz képest, hogy aztán abba az irányba el is kell menni, és célba is kell jutni. Tehát a karmának a változása fokozatosan érvényesül, ez biztos, de a tudattól tudatig való hídváltozása az instant, az abban a pillanatban megvan. Jó? Köszönöm. Szívesen. Hogy a félelmeink az abból is adódnak, vagy ami bennünk van, az abból is adódik, amit úgy is nevezünk, hogy kollektív tudat. Hát, hogy a kollektív tudatból belénk jön valami olyan félelem. Most egy konkrét példát mondjak. Mondjuk a koncentrációs táborban meghaltaknak a félelme. És a kérdés az az, hogy erről hogyan vélekedik a buddhizmus, egyáltalán van-e ilyen a buddhizmusban? Természetesen van, akár egy nagyon komoly karmikus kapcsolaton keresztül, akár saját korábbi élményen keresztül, ez a nyolcadik vagy tárháztudatból szépen feljöhet. Az előbb, ugye, amikor elmondtam ezt a modellt, akkor beszéltem az öt fizikai érzékszervről, a kognitív tudati funkcióról, ez a hatos, ítéletalkotó a hetes, és a memória hosszú távú tárház memória, ez a nyolcas. Na most, ha a hatos és a hetes megszűnik mozogni, akkor a nyolcasból így a képek így jönnek fölfele. És ez lehet a tiéd, de a nyolcas szintjén nem vagyunk elválasztva a többi embertől. A hetes szintjén, igen, és a hetes, a dualitás teremtő, ítéletalkotó, jóra, rosszra, énre, másra bontó tudat, ott van az énnek így a zsákja elkötve. Tehát ha ezt a dualisztikus tudatot az ember kioldja, és nem hozza létre az ént és a mást, akkor így belecsobban ebbe a hatalmas nagy emlékezetbe, aminek van egyéni része, és van kollektív része is. Na most a zen az egyetlen egy egyszerű dolgot tanít, gyere vissza ebbe a pillanatba, lásd tisztán, hajd tisztán, gondolkodj, érezz és cselekedj és beszélj tisztán. És akkor ezek az emlékek akár vannak, akár nincsenek, nem fognak befolyásolni. De rengeteg mindent hordozunk magunkban. És hogyha az mind egyszerre ránk ömlik, hát az valami elképesztő. Na most ettől a tehertől szoktunk gajra menni, és abba hagyni azt a szellemi törekvést, amit éppen gyakorlunk, mondván, hogy hát ha ez az eredmény, anyám, hát akkor ez nekem nem kell, hát ez rosszabb, mint előtte. Átmeneti a probléma. Tehát tanulj meg az emlékeidtől úgy megszabadulni, hogy nem elfojtod őket, hanem a megfelelő viszonyt alakítod ki hozzájuk. Jó? Tehát ez a pillanat, ez a teljességet tartalmazza, és ebben a pillanatban te határt tudsz szabni ennek az emlékezésnek. Miért? Mert a figyelmedet nem erre a kollektív ugye, emlékezetre fordítod, és emlékképre, hanem pontosan arra, hogy milyen helyzetben vagy, milyen kapcsolatod van a helyzettel, és mi a teendőd ebben a helyzetben. És ez nem menekülés. Ez az energiádnak a helyes használata, a tudatnak a helyes használata. Jó? Tehát Gyémánt Szutra, a múltra, jelenre és jövőre tagolt tudat nem érheti el a megvilágosodást. Tehát nem érheti el a megszabadulást és a felébredés sem. Hogy az eltemetett, milyen eltemetett kellemetlen emlékekkel mit lehet tenni? Hát azok olyan mélyen el vannak temetve, hagyjuk őket ott. Mert ugye általában az van, hogy fel kell hozni. Fel kell hozni? Ezt ki mondta? Hát, mondják itt is, ott is. Azt mondta a házmester, hozzuk fel a tüzelőt a pincéből. Tehát nagyon rendben van az, hogy azok a mélyen eltemetett emlékek, azok ott vannak. Semmi gond. Most képzeljük el azt, hogy van egy ilyen gyönyörűséges padlófűtő rendszerünk, korábban ez úgy működik, hogy kívül van a lakáson, a lakótéren kívül van a kályha. És ezt kívülről ott fűtögetik. Tűzvédelmi szempontból fantasztikus. És a tűzből, ugye, a meleg levegő és a füst átmegy a padló alatt, és a ház túloldalán ott a kéményből ott kijön a füst, és köszönjük szépen. Egyébként ezzel is főznek, mert ez a tűzhely alatt megy át, aztán a padló alatt, aztán a kéményben, és aztán ami van, azonnal kijön. Na de!
Most képzeljük el, hogyha a tűztérből szorgalmasan mi elkezdjük behordani a lakótérbe a szenet, vagy a fát, vagy amivel éppen fűtünk, mert az ott jobban melegít. Na hát ekkor tudjuk hazavágni az életünket. Tehát a mélyen eltemetett emlékek azok ott jók, ahol vannak. Ami hő belőlük átszármazik a jelenbe, az pont jó. Az pont elég. Nem kell az izzó parazsat behozni a szobába. Nem kell traumatizálni magunkat a múltunkkal. Nem kell oda és vissza utazgatni azért, hogy a saját kis csodaországunkban vagy Disneylandünkben szellemvasutazzunk. Erre nincs szükség. Tehát, erre az életre mondták most. Ó, hát ebből is bőven van. Hát ebben az életben hát több tévésorozatnyit összegyűjtünk ebből. Tehát nagyon sok van ebben. De nem kell ezekhez hozzányúlni. Amivel és akivel dolgod van, az ebben a pillanatban jelen van. És az emlékek is ilyenek. Az archetipikus tudattalan valóság is pont ilyen. Tehát ami kell, az átszivárog, jelen van ebben a pillanatban. Amire pedig nincs szükség, az nincs. Ez természetesen tud működni. Nem kell ásogatnunk a saját eltemetett dolgaink között. De ha feljön, akkor feljött, mert dolgunk van vele. Akkor viszont nem küldjük vissza a kriptába. Tehát akkor nem folytjuk el. Tehát nem is vonzzuk, nem is taszítjuk. Az előbb a meditációról kérdeztél, és hát az egy ilyen dolog, hogy nem vonz és nem taszít. Ez egy ilyen tudat. És akkor minden rendben lesz egy idő után, mert megnyugszunk ebben a jelenlétben, amiben pont az van, aminek lennie kell. Köszönöm. Az előbb említetted, hogy nem tudom pontosan, hogy fogalmaztál, hogy kioldódik az egóról a duális egóról a fonál, vagy valami ilyesmi, az ütérkezés fonál. Tehát ahol megszorítod ezzel a kötéllel a képzeletbeli zsáknak a száját, gyakorlatilag ott kötöd el a valóságot, és azt mondod, hogy ez én vagyok, ez meg nem én vagyok. És amikor ez a fonál kioldódik, akkor nincs az, hogy ez én vagyok, ez pedig nem én vagyok. És ez egy nagyon komoly élmény. Tehát ekkor mondom azt, hogy a hetedik tudat, az ítéletalkotó dualisztikus tudat megszűnt működni. Tehát akkor látod azt, hogy az ég tényleg csak kék, a fű pedig zöld, de ettől az ég nem lett jobb vagy rosszabb, mint a fű. És ez az emberek között is így van. Tehát az embereket is úgy látod, ahogy ők vannak, mert te magadat megszűntél tartósan és mélyen megkülönböztetni tőlük. Tehát eloldódott így a zsáknak a szája. És igazából a kérdésem az lenne, hogy ez az ítéletalkotás, ez az az ítéletalkotás, amikor azt mondom, hogy ez büdös, vagy az az ítéletalkotás, amikor azt mondom, hogy ez ronda, vagy az az ítéletalkotás, tehát hogy az is van-e ítéletalkotás akkor, amikor nem mondom egyáltalán, és meg tudom figyelni azt az ítéletalkotást, hogyha létezik ilyen, amikor egyáltalán nem mondom, de lehet, hogy még ott van, csak nem tudom. Hát ez az ítéletalkotásról feltett kérdés, ez egy komoly bírósági gyakorlatot tükröz. Aláírás, pecsét, iktatószám, kiadmányozta, stb. Tehát kicsit egyszerűsítsük le a dolgokat. Az, hogy te jól látod a rondát rondának, az azonnyomban a te kreálmányodat tükrözi. Tehát eredetileg nincs szép és csúnya, vonzó és taszító, azt gyakorlatilag te hoztad létre. A büdös az egy primér érzékelés, tehát senki nem mondja, hogy egy trágyahalom az egy ugye tubarózsahalmaz. És ne is tetessük, hogy ez így van. De a büdös az nem rossz. És az abszolút parfümszag nem biztos, hogy jó, mert felébredsz, az kiderül, hogy hol vagy. Tehát azért. Jó? Tehát a büdös, az illatos, az illatos. De ne kezdjük azt mondani, hogy az egyik rosszabb vagy jobb, csak világos, hogy az ember ugye szenvedés és fájdalom kerülő lény, és ezért úgy tűnik, hogy a büdöset elkerüljük. Egyébként az a mérgezésre való figyelmeztetés, tehát azért menekülünk tőle. Az illat pedig, amikor valami nagyon szép illatos, az egy öröm, meg egészség, meg egyebek is ezt ígéri. Úgyhogy ezért megyünk felé. Ez nagyon mélyen itt agyalapban kódolva van, tehát azt nagyon nehéz megváltoztatni. Az ehhez kapcsolódó mentális reakciókat azt viszont meg tudod változtatni. Tehát nézd meg azt, hogy a primér érzékelések nagyon tisztán mutatják, hogy mi az, ami illatos, büdös, kék, barna, puha,
rücskös, stb. Stb. Az erre rárakott érzelmi és értelmi reakciók, az viszont a tieid. Az a hetes, ugye, tudatszegmensnek, vagy funkciónak a munkája. És akkor ráraktad azt, hogy ez én vagyok, ez nem én vagyok, ez kell, ez nem kell, stb. Stb. Jó? Tehát nagyon jó ezeket tisztán látni, és a meditáció állapotában pedig rálátsz mindezekre a tevékenységekre. Rálátsz arra, amit a tudatod csinál. Köszönöm. Szívesen. Utolsó kérdés. Gyerekkel kapcsolatosan szeretném kérdezni, nekem unokáim vannak, hogy az helyes magatartása egy mondjuk egy 5 éves gyerekkel kapcsolatban, hogy egy szülő mondjuk elkezdi azt csugalni, hogy drága gyerekem, te doktori leszel. Az egyik az, hogy egy szülő sugalhat-e a gyereknek egy valamiféle utat, ez az egyik kérdés. A másik pedig, hogy... Ne rohanjunk! Jegyezd meg, ez elsőre válaszolok. Az a helyzet, hogy te most a helytelen háromszögelést alkalmazod. Tehát a szülőről és a gyerekről kérdezel egy nagymamai pozícióba. Nem tudok válaszolni a kérdésre, mert nem etikus. Akkor menjük, fordítsuk meg. Nem fordítjuk meg. Megmondom, mi kellene. Az kellene, hogy az anya vagy az apa, tehát a szülő és a gyerek jöjjön ide és jelen legyen. Még jobb, ha ők teszik fel a kérdést. Akkor a kérdést úgy tenném föl, hogy én befolyásolhatom-e a gyereknek a későbbi útját azzal, hogy azt mondom, hogy én látom, hogy te ebbe fogsz teljesedni. Befolyásolhatod az útját, de nem az egyetlen útja a befolyásolásnak. Ezen kívül még rengeteg van. És még nagyon sok más ember részt vesz ebben a folyamatban. Nagyon fontos, hogy a család, akármelyik generációról van szó, hogy szülői vagy nagyszülői generáció, ne egymás ellen dolgozzon akkor, amikor gyereket nevel. És ezzel tudja a gyerek személyiségét nagyon jól szétcsattintani. Tehát olyan elképesztő többszörös normák, multiple standards angolul, olyan ellentmondó elvárások és feltételrendszerek honosodhatnak meg a gyereknek a tudatában, pusztán azért, mert a család bizonyos tagjai nem jutottak közös platformra a gyereknevelést és egyebet illetően, hogy ez későbbi személyiségzavaroknak az áloga. Tehát ezért le kellene ülni a családtagokkal és megbeszélni azt, hogy na, akkor most hogy legyen? Mit szeretnénk ezzel a gyerekkel csinálni? Mit szeretnénk sugallni neki? És ez a televíziózás helyett egy nagyon hosszú, interaktív ugye, sorozatot igényelne, hogy üljünk már le egymással, és nézzük meg, hogy ebből az utódból mit hozunk ki, mit szeretnénk kihozni. Tehát enélkül nem lesz béke, enélkül nem lesz helyes gyereknevelés. Nem az egyetértésről beszélek, hanem ez egy lehetőség a szülőnek és a nagyszülőnek a kezében, hogy a gyerek betáplálja azt, hogy ez benned van, és ez egy lehetőség. De most ebben lehetséges, hogy te jól leszel? Kezedbe adtam Ariadné fonalát, hogy gyere ki a labirintusból, és te letetted, és visszamentél. Akkor én ezt nem fogom tovább gombolítani, mert szomorú vagyok, és frusztrálódnak a szakmai érzelmeim. És becsukódom, mint a fáradt lótusz, és elmegyek haza. Mit szeretnél? Nem, a kérdés csak annyi, hogy helyes, hogy a szülő befolyásolja, vagy nem. Hát én komolyan mondom! Megköszönöm mindenkinek a figyelmét, de na, mielőtt elmegyünk, azért annyit még a keletről és a nyugatról, hogy tessék frisset venni a piacról. Tehát valami olyan frisset, aminek nincs politikai, történelmi, gazdasági és ingatlanbéli terhe, esetleg ami több száz év alatt felhalmozódott, ugyanis pontosan ezért tudott a keleti tan
nyugaton akkor áttarolni, és a nyugati vallásosság keleten ugyanakkor áttarolni, hanem nagyobbat. Ugyanis nem azzal mentek oda, azzal az 1700-2000-2500 éves történelemmel, politikával és egyébbel, ami az anyaországban vagy a honi kultúrában felhalmozódott, hanem a nyugati vallásosság azzal ment keletre, hogy elég, ha hiszel, és ma vele vacsorálsz. És azzal jött a keleti tanít, de hogy egy életen belül megvilágosodhatsz. Ha most leteszed a karmád összes terhét, felébredsz. Tehát ezek teljesen természetes szellemi vérátömlesztések voltak, ez a folyamat még nem ért véget, és én azt kívánom, hogy soha ne is érjen véget, mert a monopol helyzetet azt nagyon rosszul tűrjük. Egy ideig tűrjük, aztán pedig kiderül, hogy azok a nagy monopóliumok nem jól sáfárkodnak velünk, főleg a szabadságunkkal nem, a szellemünkkel nem, és a lelkünkkel pedig végképp nem. Tehát én azt kívánom, hogy mindenki találja meg azt az utat, amiben tud hinni, azokkal társuljon, akikben bízik, és legyen bátorsága végigvinni az életében, az életeiben azt, amiben valójában hisz, mert oka van hinni benne, mert az ok és okozat működése láttán érdemes erre az, amit csinálsz, amit mondasz, amit gondolsz és amit érzel. Tehát az egymásnak ugye tett elkötelezettség, az egymásért gyakorolt út, az a legmagasabb rendű, amit adhatunk ennek a világnak, egymásnak és magunknak. Mindegy, hogy milyen stílusban, mindegy, hogy nyugati vagy keleti öltözetben, de az úton társak vagyunk. Úgyhogy ezen remélem, hogy mindannyian egyenesen megyünk, és elérjük azt a magas rendű célt, amely minden szenvedéstől megszabadíthatja a keletkezett világot, minden téves nézetet, haragot, és kapzsiságot ki tud oltani, mert erre mi emberek képesek vagyunk. És ezen képesség gyakorlásához kívánok mindenkinek erőt, egészséget, és nagyon-nagyon sok kitartást. Köszönöm a figyelmet!